fölmelegítették a papír gömbben a levegőt, és akkor azzal fölemelkedett egy kosárban, ott emberek is utaztak, és ez volt az első ilyen tulajdonképpen igazából működő, vagy a levegőbe emelkedő szerkezet. A kutatók éjszakája legfontosabb célja, hogy a legújabb eredményeket népszerűsítse és vonzóvá tegye a tudományt a fiatalok számára. A Nyíregyházi Egyetemen szervezett ismeretterjesztő előadások most is közérthető módon mutatták be a bennünket körülvevő világot, annak változásait a tudomány használt. Mikroszkópos és lézeres kísérletek, agrárbemutatók, repüléstechnika és környezetbarát gyártás technológia, sporttudomány és informatika is szerepelt a témák között. Az intézmény tudományos tanácsának elnöke maga is kutató mezőgazdasággal kapcsolatos témája szerint azt keresi, hogyan lehet a talajnövényrendszerben az úgynevezett mérgező elemeket növényekkel megfogni, hogy azok ne ártsanak nekünk. Próbáljuk bemutatni azt a sok színű, sok fajta kutatást a fizikától, a kémián át a biológiáig, sőt az élelmiszertudományokig, mezőgazdasági tudományokig, amit művelünk, és ezzel is azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a természettudományok iránt az érdeklődést felkeltsük. Nem lehet ezt elég korán kezdeni, visszagondolok, én is tizenvalány évesen, édesapám volt kémia-biológia szakos tanár, és bent ugye öntögette a kémcsöveket, elkezdtünk kémiával foglalkozni, még egy picit robbangattunk is ugye kémcsőben, kis hidrogén, és így lett belőlem is egy kutató ember. Hatalmas örömöt és erőt ad a tudomány, mondta Simon László, aki köré mára már egy kis kutatócsoport is alakult. Hasonlóképp vélekedik a kreatív fizika előadója is, aki kutató fizikus létére népszerűsíti a tudományt. Tudja, hogy hazánkban kevés a tanár és a mérnök is, így sokféle fórumon igyekszik a diákok érdeklődését felkelteni. De kérdésünkre sorolta a fizika legújabb kutatási eredményeit is. Például anyagtudományokkal új anyagokat fejlesztenek, például ilyen mondjuk orvosi ilyen protézis anyagokat, akár fogászatban, akár ilyen csípő és egyéb protézisek, tehát ezeknek az anyagai, amiket újfajta technikákkal építenek be a szervezetbe, vagy manapság nagyon divat, hát most már elég sok éve a háromdimenziós nyomtatás, tehát ez a 3D nyomtatás például, ott is, aki ismeri, sok iskolában van ilyen, tehát gyerekek közül is sokan ismerik, az egyszerűek azok műanyag szálból építenek valamilyen ilyen háromdimenziós testeket, de vannak olyanok, amik műgyantából, ami ultraibolya fényre kötő műgyanta, és jó pár éve már vannak fémporból épített, tehát olyan nyomtatók, amik fémporból építenek testeket, lézerfénnyel megvilágítva. A közlekedésben is, a borászatban, a háztartásban is, az egészségügyben, vagy akár a mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban is használt fizikai jelenségek érdekességeit demonstrálták az érdeklődő közönség előtt. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara, illetve nyíregyházi középiskolák is szerveztek előadásokat a napokban.